Egy fecske egy hazánkban töltött szezon alatt mintegy 1 kg rovart fogyaszt. Így egyszerűen kiszámolható, hogy 2-3 millió madár mennyi nem kívánatos rovartól, mint például a szúnyogtól vagy a legyektől szabadítja meg az embereket. Az, hogy eltűnnek ezek a rovarevő madarak, ezzel megnöveszik az esélye annak, hogy olyan új ritka, vagy olyan új rovarfajok, amelyek betegségeket terjesztenek, el tudnak jobban szaporodni. A betegségeket, vírusokat terjesztő rovarok elszaporodása tehát komoly veszélyt jelent a lakosság számára is. Az is plusz kockázat, hogy ha majd nem a madarak pusztítják a rovarokat, akkor egyre több kemikáliát kell használni, ami akár a méheket is elpusztíthatja. Mindenki tehet azért, hogy ez a helyzet visszaforduljon, vagy legalábbis lassuljon. Nyilvánvaló, hogy sok ember számára kedvezőtlen, kellemetlenség, hogyha a fecskefészek alatt ott piszkot talál, van erre megoldás, fecskepelenkának hívják, amivel lehet ezt limitálni. Az, ami az embernek egy kellemetlenség, ezek a madaraknak az életet jelenti. Hisz ha nem tudnak időben elkezdeni költeni, vagy zavarják a költésüket, még kevesebb jön vissza a következő években, tehát segíteni a költésüket, minden lehetőséget meg kell adni, hogy tudjanak költeni, ne akadályoztassuk ebben a tevékenységükben. Nem csak a fecske az egyetlen áldozata annak, hogy egyre nagyobb területeket foglal el az ember a természetből. A füsti és molnár fecskék mellett a megyénkben régen nagy számban előforduló parti fecske állománya az utóbbi években a 10%-ára csökkent.